igéddel erősíts meg, és adj nekünk álhatatosságot a várakozásban. Kérünk téged, hogy hozd el számunkra a reggelt, a világosságot, hogy a feszült, nehéz várakozás után megkönnyülhessünk a te lábadnál, a te békességedben és örömödben. Különösképpen imádkozunk most azokért, akik az ünnepi készülődés helyett otthon vagy kórházban küzdenek az egészségükért, az életükért. Hozzá nekik az enyhülést, gyógyítsd őket akaratod szerint. Könyörgünk azokért, akiknek az ünnepét a gyászsúlya terheli. Mutasd meg nekik szeretetedet, te adj nekik vigasztalást fájdalmukban. Imádkozok a járványtól szenvedő világért. Kérünk, vezessek minket ezen a nehéz időszakon, és add, hogy végül hozzád jussunk közelebb. Imádkozunk egyházunkért, ezért a gyülekezetért. Adj nekünk meghitt, áldott, szívünket megszólító ünnepi készülés. Fiadért, megváltó Urunkért kérünk, akitől így tanultunk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kérem a gyülekezetet, hogy foglaljanak helyet, és a hirdetéseket hallgassák meg. Drága testvéreim, szeretettel hívunk mindenkit, hogy személyesen vegyen részt ezután a templom istentiszteleteken, az adventi és a karácsonyi ünnepekben. A zsinat döntése szerint minden templomi alkalmat ezután megtarthatunk. A maszkviselés, távolságtartás, kézfertőtlenítés a templomban is kötelező. Kérünk mindenkit, hogy az egyházközség kéréseit az ünnepi időszakban is tartsák tisztelettel szem előtt. Továbbá hirdettem az ünnepi alkalmainkat. A karácsonyi istentiszteletek rendje a következő lesz. Szenteste, december 24-én, délután 2 órától és délután 4 órától tartunk ünnepi istentiszteleteket. Szeretettel kérjük a testvéreket, hogy délután 2 órától az idős testvéreink jöjjenek, és a bátori iskolába járó gyerekek és családok fognak eljönni a délután 2 órás istentiszteletre. Délután 4 órakor szintén tartunk istentiszteletet, erre szeretettel várjuk a fiatal és a középkorosztályba tartozó családokat és a deák iskola tanulóit. Karácsony első és második ünnepén, december 25-én és december 26-án szokásos módon 9:30-tól tartunk ünnepi úrvacsorás istentiszteletet, amikor külön kehelyből vehet mindenki úrvacsorát. Továbbá hirdetem testvérek, hogy karácsony másodnapján, december 26-án délelőtt 9:30-tól az ünnepi istentiszteleten a templomban élő közvetítést ad a Veszprém Televízió. Éppen ezért kérünk mindenkit, hogy aki nem szeretné, hogy látható legyen a képernyőn a televízióban, az előtte jelezze. Az adventi időszakban és a karácsony első napján 11:30-től újra református istentiszteleteket közvetít a Veszprém TV felvételről.
ezt láthatják már a testvérek, hogy ma van a harmadik alkalom, hogy a Veszprém Televízióban református istentisztelet van. Ma délelőtt, tehát 11:30-tól Závódi Zsuzsanna, nagy tiszteletű asszony fogja hirdetni a Veszprém Televízióban Isten igéjét. Advent 4. vasárnapján, vagyis már az egy hét, nagy tiszteletű Besenszky Szabolcs ige hirdetése lesz látható a Veszprém Televízió képernyőjén. Továbbá hirdetem testvérek, hogy az adventi imafonal megtalálható az imaközösség.hu oldalon az interneten. Kérjük, hogy reggel 7 és 8 óra között minél többen imádkozzunk együtt az imafonalból. Még hirdetek alkalmakat testvérek, azt, hogy ma és advent 4. vasárnapján, vagyis mához egy hét gyermekisten tiszteletet fogunk tartani a gyülekezeti teremben, párhuzamosan a nagy Isten tisztelettel. Kedden délután 5 órától személyes jelenléttel és a számítógépek előtt is biblia órát tartunk. Pénteken 5 órától digitális felületen ifjúsági biblia óra kezdődik. Jövő vasárnaptól pedig a Kálvin János Park YouTube csatornán élőben közvetítjük az Isten tiszteleteket. Kérjük a testvéreket, hogy a persre beszállt adományaikat, amelyet ezekben a hetekben nem tudtak személyesen átadni, banki átutalással teljesítsék. Köszönjük szépen minden kedves testvérünknek, hogy áldozatot hoz azért, hogy a gyülekezetünk éljen lelkileg, szellemileg és anyagilag is. Felhívjuk az egyházfenntartás fontosságára a gyülekezet tagjainak a figyelmét, akik szeretnének a gyülekezethez tartozni, és a hivatalos egyházi gyülekezeti névsorban is szerepelni. Kérjük szépen, hogy december 31-ig rendezzék az egyházfenntartói járulék befizetését. Egyházi törvényeink szerint csak az szerepelhet a 2021-es évi választói névjegyzékben, aki anyagi támogatásával is segíti a gyülekezet életét. Gyászeseményeket hirdetek szomorú szívvel, de Isten akaratát elfogadva hirdetem, hogy elhunyt Kaszab Józsefné, született Kelemen Mária, gyülekezetünk drága hűséges tagja. Marika 78 évesen tért haza Teremtőjéhez, aki mosolyával, énekével, bizonyságtételével mindig szolgált közöttünk. Hiszük, hogy a mindenható Isten hazahívta az ő szolgáló leányát, és egyszer boldog találkozást készít nekünk vele is. Temetése jövő héten, december 15-én, kedden, 11 órakor lesz a Vámosi úti temetőben. Továbbá hirdetem, hogy elhunyt Biber Károlyné, Ilonka néni. Kedves testvérünk temetése jövő héten, 2020. december 19-én, szombaton, 11 órakor lesz a Vámosi úti temetőben. Isten igéje vigasztalja mind a két gyászoló családot. A Zsoltárok könyvéből, a 34. Zsoltár igéjével kérjük az Urat, hogy adjon vigasztalást a megszomorodott családtagoknak, ami így hangzik. Közel van az Ura megtört szívűekhez, és a sebzett szívűeket megsegíti. Sokba éri az igazat, de valamennyiből kiment. Az adakozásról el ne feledkezzetek, testvérek, mert az ilyen áldozatokban gyönyörködik Isten. Köszönjük mindazoknak a felajánlásait, akik természetben vagy pénzbeli adománnyal hozzájárultak az idősek karácsonyi megajándékozásához. Kívánunk minden drága testvérünknek, akik itt a templomban vannak, és akik odahaza a számítógépek előtt hallgatják az igét, áldott, örömteljes adventet, és boldog karácsonyt!
Isten tiszteletünk végén magasztaljuk Urunkat a 301. dicséret első, 5. és 6. verszakával. A 301. dicséretnek első, 5. és 6. verszakát énekeljük. Az első verszak így kezdődik: új világosság jelenik, ó tévei és csendesedik. Áldott adventi készülődést, és boldog karácsonyt minden kedves testvérünknek.